Ő még nem indult a versenyen. A megye 6 hivatásos tűzoltósága azonban kivétel nélkül nevezett egy-egy csapattal. A versenyszámok nem sokat változtak az évek során. Stafétaváltó, kismotorfecskendő szerelés, tűzoltás poroltóval, hogy csak néhány példát említsünk. A legfontosabb a jó csapatmunka. Ugyan egyéni számok is vannak, de az egyéni versenyzőket a megfelelő csapatháttér is segíti, és nagyon jó taktikai érzék, ügyesség, és ugye ezt hozzávaló fizikum nélkül nem megoldható. A közel 4 órás derbin a 6. Pétfürdő, az 5. Balatonfűzfő, míg a 4. Badacsony-Tomaj csapata lett. Dobogóra állhattak az ajkaiak, az aranyérem sorsa pedig a két szomszédvár, Pápa és Veszprém között dőlt el. Idén az utóbbiak javára. A győzteseknek ezúttal is járt a rituális fürdetés, amit az ezüstérmes pápai csapat kapitánya sem úszott meg. Gyorsasági motorok, robogók és crossmotorok, régi pannóniák és danúviák, valamint csillogó új Harley Davidsonok is voltak a szombat délután felvonuló motoros csapatban. A motorok hosszú sorban kanyarodtak ki a várkert felől a Gróf útra, hogy végigmenjenek a városon. A bakonyi betyárok motoros baráti kör rendezvényére sokan eljöttek, voltak itt például Komáromból, Győrből, Sopronból és Füléről is. Úgy, hogy éppen a hétvégén zajlott a jubileumi 10. Harley Davidson Fesztivál Alsóörsön. Most már 3. évben együtt vagyunk az Alsóörsi Harley Fesztivállal. Én azt mondom, hogy nem baj ez, ugyanis mindegyik rétegnek megvan a maga felvevő piaca. A látványos programok sorában a motorosok megmutatták ügyességüket, bátorságukat és merészségüket is. A pécsi Európa Kulturális Fővárosa rendezvényen hallható dallamokkal, könnyű zenei művekkel köszöntötték a hozzátartozókat az Erkel iskola kulturális bemutatójának nyitó számai. Minden második évben tervezünk kulturális bemutatót, erre nagyon számítanak az osztályok, készülnek rá. Látunk majd mesejeleneteket, itt vannak természetesen a néptáncosok, vannak szólóhangszeresek, a tornászok. Egy nagyon vegyes, úgy gondoljuk nagyon szép, és egy vidám műsorral zárjuk az évet. A produkcióban az intézményben zajló művészeti munka eredményét mutatták be az osztályok, valamint az egyéni fellépők. A kulturális bemutatót követően ballagáson búcsúztatják az iskola 8. osztályosait a pedagógusok, majd a pécsi kórus fellépéssel zárul az idei tanév rendezvényeinek sora az Erkel iskolában.